A Hámori András szakközépiskolában és szakiskolában április 30-án rendezték meg a ballagási ünnepséget. A végzős diákok és családjuk számára ez azt jelenti, hogy az ifjúkor véget ért, és a vizsgák letétele után már egy felnőtt ember lép ki a nagyvilágba. Úgy tekints az emberekre, hogy a föld se jó, se terve, se gyönyör, se útanyája, csak magadnak képe mások. Remszkédül a szavaival tisztelettel köszöntök a Hámori András szakközépiskola és szakiskola ballagási ünnepségén minden kedves megjelentet. Köszöntöm az előttünk felsorakozott 5 végzős osztályok tanulóit. Kedves ballagó diákok! Egy kiválasztott út végére érni, ott megállni és visszatekinteni mindig felemelkedő van.
Ennek a pillanatnak vagyunk most a részesei. Ünnepélyes pillanat, ha megadjuk a visszatekintésnek járó méltóságot, ha magunkba tudunk nézni, képesek vagyunk emlékezni, és az emlékek sorában megtalálni magunkat, a minket megillető helyet. A meghatódottság érzése mellett is helyes, ha megőrizzük józanságunkat, és pontosan ítéljük meg helyzetünket az emlékké váló események sorában. Az iskolába lépéskor kiválasztott úton elindultak több mint egy évtizedet, a 12 évre szabott útvonal végéhez közeledik ezekben a napokban, hetekben. Lezárul egy korszak, amit alapvetően az iskolába járás, a tanulás határozott meg. Gyűjtögették a muníciót a felnőtté válás felelősségteljes pillanatához. A gyűjteményben vannak mosolygós és keserű képek egyaránt. Sikereket, megörökítő pillanatot úgy, mint jól kiállt, próbált jelentő kudarcok. Volt gyönyör, s volt út. A jól végzett munka öröme, a diáktársaknak nyújtott segítő jog, egy bátorító mosoly, vagy éppen borzalkodás, sikertelen teljesítmény, elrontott munkára. Minden élmény főszereplői voltak. Önökön múlott, hogy tudnak-e jobbot nyújtani diáktársaiknak, el tudják fogadni a kinyújtott kezet, tudják egymást támogatni, egy bátorító mosolyjal, vagy elfordulni a társaitól, mert megváltják egymást. Precízen dolgoznak a tanműhelyekben, a tankonyában, használják a térképet, a szöveggyűjteményt, vagy éppen a körzőt, vonalzót. Mindig főszerepet vállaltak. Nem lehet ez másképp, hiszen a döntés, a jó tett, vagy az ellenállás között az önök kezében volt. Sokat időként mindent megtehettek azért, hogy derivassa át a mindennapjaikat, hogy a világ gőgői legyen. Így van ez, ahogy a költő összefoglalja. A föld csak magadnak képe mással. Hogy a választásban támaszkapjanak, iskolában mindig ott voltak osztályfőnökei, tanárai, szakoktatói. Útmutatásra, útbaigazításra, a tudomány, a szakma rejtelmeinek feltárására mindig készen álltak. Mint ahogy számíthatnak szülei támogatására, intő szavaira, szeretetére. Kedves szülők! Ebben az ünnepélyes pillanatban kívánom, hogy öröm és megelégedés töltse el szívüket, legyenek büszkék és megelégedettek gyermekeikben gyönyörködve. Maradjanak támaszaik, segítőik. Az iskolában töltött évek közös munkája ér itt, most véget. Ez az alkalmat arra, hogy a nevelőtestület nevében megköszönje nekik működésüket. Kedves osztályfőnök kollégák! Felemelő pillanat, amikor az osztályfőnök útjára bocsátja a tanítványait. Sokoldalú és színes, olykor gyötrelmesen nehéz a pedagógus feladata. Megfárad, aztán újra előre kap, mert ismeri a titkot, jót s jól, ahogy Kazinczy mondja. Hiszem, hogy minden kollégámat ez a titok vezérel, mindig jót akar, és a szándékát mindig jól akarja megvalósítani. A tettek azonban gyakran csak hosszú idő múlva kapnak igazolást, de minden jó szándék eléri a célját. Megköszönöm a 4 éves felelősségteljes munkát a vallagó osztályfőnök kollégáknak, és kívánom, hogy az emlékezés albumában egyik legszebb lapján kapjanak helyet az itt felsorolt tanítványok. Kedves fiatalok! Elérkezik az elköszönés pillanata. Az elvárás talán nehéz, hiszen szoros még a kötelé. Élesek a képek az első közös rendezvényekről, a tanulói eseményekről, a zsibongó folyosói életről, egy izgalmas sportnapról vetélkedőről, a szalagavatói keringőről, a szintvizsga izgalmáról, a kirándulások érvényeiről. Mégis, ha szól a csengő, el kell indulni, bár szép emlékekkel kicsit hús lesz a távozó.
Nekem Hadi Endre gondolatát idézi meg ez a hangulat. Az ő sorai kísérjék ki önöket a Hámor András szakközépiskolából és szakiskolából. Míg itt vagyok, nem is tudom már. Messzebb visz minden óra. Fekete, zöld babérfák terhesőzik a kústávozóra. Élünk kifelé meg. Sikeres jó utat kívánok!
Köszönöm szépen!
12 F-osztályi tanulóra, szakmai gyakorlatilag, hogy folyamatosan kiemelkedett.